A héten sikerült a levendula ültetvényem felét megmetszeni, és hát ugye keletkezett egy csomó ágacska a tetejéről, és ezeket most dugvánnyal fogom szaporítani. Olyan ágakat választok ki, ami elég hosszú. Ugye leszedem az aljáról a leveleket, és ugye itt van egy csomó levélhajtás, ami feltehetően itt megpróbál majd gyökeret engedni, vagy ereszteni. Ugye levágom a zöldnek a nagyját, hogy az energiáját arra tudja fordítani majd, hogy gyökeret ereszten, és szépen így kiválogatom, és földbe fogom őket tenni. Megtisztítottam a dugványokat, és a következő lépésként pedig gyökér kondicionálóba fogom tenni, olyan fajtába, ami félfás és fásszárú növényekhez való, ugye ez elő fogja segíteni a gyökeresedést. Egyszerűen szépen belemártom, fölösleget pedig leszórom róla. Annyi, hogy nem dugom rögtön a földbe, hanem így hagyom, addig, amíg elő nem készítem a földet. Így azért van ideje, hogy egy picit bejusson azokon a réseken, ahonnan ugye az előbb lehúztam a leveleket. Tehát ugye itt, ahogy lehúzom, képzek egy olyan nyitott felületet, a száron, ahol majd ez az anyag be tud jutni, de ehhez idő kell, ugye, hogyha most rögtön beleteszem a földbe, akkor gyakorlatilag nem lenne ideje ezt picikét felszívni, hanem ahogy beledugom, rögtön le is kenem róla, vagy leszedem róla. Úgyhogy ezt egy picit így hagyom, és amíg ők itt így pihennek, addig elő fogom készíteni a földet. Nevelőtálcát töltök meg a szokásos földkeverékemmel, és ebbe fogom elhelyezni a dugványokat. Megtöltöttem a tálcát földdel, és most mind a négy sarkába teszek dugványokat, és majd meglátjuk, hogy hogyan ereszt gyökeret, mennyi idő múlva. Hát a sejtésem az, hogy egy 2-3 hétig nem fog semmi történni, de majd meglessük, és értesítéssel leszek. És végül nevelőfény alá egy polcra kerül. Ugye folyamatosan figyelni fogom, hogy mikor indulnak a gyökerek, és amint egy picit előbukkan, simán kikerülnek a kertbe, és ott tovább fognak erősödni.